ma esti témánk a pulzus, vérnyomás és érelmeszesedés a germán gyógytudomány szerint. A pulzusról nagyon keveset tudunk. Tudjuk azt, hogy lennie kell, de hogy melyek azok a részek, amelyben még ez normálisnak számít, hol kezdődik a túl nagy, túl magas, túl alacsony pulzus, mitől és hogyan változik a vérnyomás, egyáltalán mi az érelmeszesedés oka, ezt a témát fogjuk ma este megtárgyalni, mindezt a germán gyógytudomány szerint. A ma esti előadónk is dr. Budai László Károly, aki szabad foglalkozású orvos, természetgyógyász, germán gyógytudomány terapeuta. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy valamitől felmegy a vérnyomásom, össze-vissza kalimpál a szívem, és azt hiszem, hogy ebben a témában nem is lehetne valaki szakavatottabb a kérdések megválaszolására, mint egy olyan orvos, aki 28 évi praktizálás után természetgyógyászati ismeretekkel felvértezve mindettől az akadémikus és alternatív módszertől elfordulva germán gyógytudománnyal kezd el foglalkozni. Azt hiszem, hogy ilyen orvosokat ritkán lehet találni, akik ennyire mélyen és elhivatottan keresik az okokat, a miérteket, a válaszokat arra, hogy mitől betegszik meg egy ember. Az is nagyon érdekes számomra, hogy mi vezet el valakit egy akadémikus tudással a hátterében 28 év után, hogy felhagyjon egy rendelői receptíró üzemmódból. Hogyan talál egy orvos a germán gyógytudományra, Karesz? Erre régóta szeretnék választ kapni. A történet az ott kezdődik, hogy szerintem mindenki, aki komolyan veszi a munkáját és önmagát, az szeretne sikereket elérni a munkájában. Igen. És ha ezek a sikerek minden tanulás és utána nézés ellenére elmaradnak, akkor el kell kezdjen más dolgokat is megvizsgálni, és ez a orvos kollégák között nem ritka esemény, hogy természetgyógyászati vagy egyéb témákban elkezdenek kíváncsiskodni, utána nézni, hogy vajon mivel tudna valóban többet nyújtani a betegeinek, mint azzal, amit felírt nekik receptre. Nekem ez az időszakom 15 évig tartott, míg végre megtaláltam a germán gyógytudományt, ami, hát hogy mondjam, hajszálpontos választ adott arra, hogy hogyan betegszünk meg. És ha már tudjuk, hogy hogyan betegszünk meg, hogy mi a betegség kiváltásának valós oka, akkor már igen, akkor már tudunk arról is beszélni, hogy mit kéne tenni a gyógyulásunk érdekében. Ez a folyamat, ahol ma tartunk, azért ez sem ott van, ahonnan mi elkezdtük, és most már mindenkinek nyugodt lélekkel tudom kijelenteni, hogy megoldásorientált germán gyógytudomány képzéseket tartunk, és az idei évtől, tehát 2019-től kezdve, aki folyamatosan figyeli a webkonferenciáinkat, az már észlelte, hogy igen, az idei évben a webkonferenciáknak a hangvétele és hát üzenete is változott ennek a felfogásnak a tükrében. Említetted a természetgyógyászatot, vagyis említetted, én kérdeztem erre rá, hogy természetgyógyászati irányzatok tönkelegét ismeret, hiszen életmód tanácsadó is csak az a természetgyógyász orvos lehet, aki ezen a külön képesítésen részt vett. Ott rengeteget olvastál és tanultál a pulzusról, a percenkénti szívverések, pulzusdiagnosztika és egyebek. Miért kerestél tovább? Hát azért kerestem tovább, mert a természetgyógyászatban is a gondolkodás ugyanaz, mint a medicinában, hogy valamilyen anyaggal próbáljuk helyreállítani a szervezetnek úgy nevezett hibás működését. Mert a szervezet nem működik hibásan, erre a germán gyógytudományból rájövünk,
És hadd nem mondjam, hogy a hagyományos kínai orvoslást is tanultam, két tanfolyamot is végigcsináltam, és ott pulzus diagnosztikának külön könyve van. Tehát ezek mind megfigyelések alapján összegyűjtött tudások. De az, hogy valójában minek mi a komoly háttere, arra a germán gyógytudomány adott nekem választ. És akkor így mint amikor úgy a borult ég hirtelen kiderül és kisüt a nap, végre láttam pontosan az összefüggéseket. És az a gyönyörű benne, hogy mindaz, amit a medicinán tanultunk, és hát hogy is mondjam, be kellett magolni, mert nem volt okozati összefüggés a dolgok között. Itt megtanultuk, most már meg lehet találni az okozati összefüggést, és innentől egy teljesen logikusan működő rendszert tudunk átadni, és ez a logika, ami benne van a germán gyógytudományban, ez mindenkit lenyűgöz, amikor rájön a saját élete példáján keresztül, hogy te jó Isten, ez tényleg így van. Igen. És ez a dolog, ez egy nagyon jó dolog, csak a következő lépés az, hogy akkor oldjuk is meg a konfliktusainkat, mert ha ezek elmaradnak, akkor bizony újra meg újra meg fogjuk élni ugyanazt a programot. És ezért jutottunk el oda, és ugye közös munkával, ezt azért meg kell mondjam, hogy Rékával közös munkával jutottunk el oda, hogy keressük meg azokat a pontokat is, amikor azt mondhatjuk, hogy tegyük feleslegessé ezeket az értelmes biológiai különprogramokat, hogy ne egyik betegségből csapódjunk a másikba, hogy megoldok egy valamit, és aztán egy hónap múlva meg lesz egy más valami, utána egy harmadik, és akkor az egész életünket azzal tölthetjük, hogy nyomozzuk a kiváltó okot, a sineket, és akkor kerülgessük a sineket. Nem erről van szó. A germán gyógytudomány egy olyan gondolkodást ad át nekünk, amellyel megfejthetjük azt is, hogy hogyan tudjunk úgy élni, hogy a konfliktusoknak ne legyen, hát hogy mondjam, messze menő, hosszú távú következménye az életünkben. Mert ugye, hogy belevágjunk a lényegbe, a germán gyógytudománynak az atya, dr. Ike Gerd Hammer, az a csodálatos ember, nagybetűs ember, aki orvos, lelkész és fizikus egy személyben. A Tübingeni Egyetemen ezt a három szakot ő egyszerre végezte. És az élete tragédiájának köszönheti azt, hogy felfedezte azokat a természet törvényeket, amelyek nem csak az emberekre, hanem az állatokra, sőt a növényekre, sőt az egysejtőekre is érvényesek. Elöljáróban el kell mondanom, hogy ezeket a törvényeket még senki nem tudta megcáfolni. És innentől lesz az egész érdekes, hogy akkor miért nem eszerint tanítják már az orvosokat 1981 óta. Ez minden beteg emberben, mondjam, az laikus emberben felvetődik ez a kérdés, hogy miért nem? Hát pontosan azért nem, mert nem ez a cél, hogy az emberek maguktól meggyógyuljanak. A nagyon lényeges kérdés az, hogy megértsük, hogy a Hammer doktornak a munkássága és az élete az egy hatalmas példakép mindannyiunk számára, hogy kitartsunk amellett a elgondolás mellett, és amellett a törvényszerűségek mellett, amelyek tényleg hát megcáfolhatatlan igazságok. Ez az öt természet törvény, ez pontosan egy ilyen megcáfolhatatlan igazság. Nem lehet nem észrevenni azt, hogy valójában arról van szó, hogy a medicinát hátulról mozgató érdekeknek nem érdeke az, hogy az emberek gyógyszerek nélkül meggyógyuljanak, mert a beteg emberben van csak üzlet, az egészséges embernek nem lehet eladni semmilyen gyógyszert. Nos, Hammer doktornak mondtam, az élete tragédiája vezetett el oda, hogy rádöbbent, hogy mitől is betegszünk meg valójában. Ugye minden webkonferencián elmondom, hogy a 19 éves fia, a Dirk Hammer, a karjai közt halt meg 1978. december 7-én, és
ez a megrázó idézőjelben élmény. Két hónap múlva Hammer doktornál egy heredaganatot indított el, illetve már elindította az elvesztése, fia elvesztése pillanatában, de szervi szinten akkor nyilvánult meg oly mértékben, hogy az akkori tudásával Hammer doktor a műtétbe belement, de se kemó, se sugárkezelésben nem egyezett bele. Nos, utána egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, és kikérdezi a daganatos betegeket, hogy mi történt az ő életükben megrázó eseményként a daganat kialakulása előtt, és összefüggést ismert fel Hammer doktor a lelki megrázkódtatások és a szervi megnyilvánulások között. De szeretném Hammer doktor üzenetét közölni, és ez a Germán Gyógytudomány könyvének az első oldalán rajta van, hogy ez a Szent Medicina, La Medicina Sagrada, orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Vagyis azok az emberek, akik nem hajlandók az eddigi hibás tudást átértelmezni, akik nem hajlandók a józan eszük szerint gondolkodni, mert meg vannak győződve arról, hogy mindaz, amit ők megtanultak, az pontosan úgy van, azokon az embereken a germán gyógytudomány nem fog segíteni. Egy nagyon lényeges kérdés tehát a rák vastörvénye, ami az első biológiai természettörvény néven vonul be, mondjam úgy, a világtörténelembe. Ezt 1981-ben ismerte fel Hammer doktor. Valójában arról van szó, hogy közli, hogy mi a daganat, vagy bármilyen betegségnek a valós kiváltó oka. A fiáról Dirk-Hammer-szindrómának nevezi azt a feltételrendszert, amely szükséges ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon bennünk egy biológiai válasz, hiszen mindig egy olyan váratlan, meglepetésszerű történetről beszélünk, ami érzelmileg megérintett minket. Egy nagyon súlyos eseményről van szó, és ez az érzelmi konfliktus egy magányosan átélt konfliktus, amiben benne ragadtunk. Egyezzünk meg, hogy mindig félelemről van szó, hiszen ha valakit váratlanul egy nagy öröm ér, abban nem fog belebetegedni, de hogyha egy olyan esemény éri, mint Hammer doktort, hogy elvesztette a fiát, az viszont természetesen az agy közvetítésével elindít egy szervi választ. A lélek agyszerv tengely, amit Hammer doktor egy tudományos táblázatban összefoglal, egy teljesen megváltoztatja a gondolkodást a medicinában. Ez egy igazi paradigmaváltás, mert kiderül, hogy igenis a lelki megrázkódtatások azok hatnak a szervezetünkre. Ezzel nagyon sok ezotérikus könyv foglalkozik, de itt a lelki megrázkódtatáson érzelem és gondolat összekötését, tehát valójában egy pszichés megrázkódtatásról beszélünk. Az a bizonyos nagybetűs lélek az nem rázkódik meg, az csendben van és figyel. De magyar nyelven ezt így fejezzük ki, hogy lelki megrázkódtatás, köztudatban ez így ismert. A konfliktus pillanatában rögzülnek a sinek. Ez egy nagyon lényeges kérdés, vagyis azok a körülmények, amelyek közt megéltük ezt a lelki megrázkódtatást, és ezután már konfliktus nélkül is elindul az EBK, vagyis az értelmes biológiai különprogram. Ez egy nagyon-nagyon fontos történet, hogy értelmes, mert mindennek a túlélés és a fajfenntartás az értelme, egy biológiai, mert ami biológiai testünkben zajlik, és egy külön program, ami különben nem indul el, csak ha benne maradunk a konfliktusban. És már is az első megoldási kulcs mindenki számára az, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ugye tudja mindenki, hogy ezt nem én találtam ki. De ha ezt az egy dolgot betartanánk, akkor ugyan lenne egy lelki megrázkódtatás, ami az agy közvetítésével elindítana
egy szervi elváltozást, de ha mi érzelmileg lezárjuk azt, amit érzelmileg indítottunk el, akkor eltűnnek a sinek. És ezek után nem a sinekkel kell foglalkozni, mert ahogy mondani szoktam, nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben, viszont ezek eltűnnek, ha érzelmileg zárjuk le a történetet. És ezután tovább lépünk, és megkeresünk, hogy mit tanulhattam ebből az egészből, akkor fogom tudni feleslegessé tenni ezeket a bizonyos értelmes biológiai különprogramokat, vagyis folyamatosan megőrzöm az egészségemet, ebből adódóan természetesen a boldogságomat is. Egy nagyon lényeges kérdés az, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Ezt a Hammer doktor által hozott példát a méhnyakrák történetében, vagy a női biológiai programok történetében részletesen kifejtem. És ezből következik mindaz, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem véletlen, hogy a weblapnak ez a fő üzenete. És ez nem azért van, hogy lerázzam a felelősséget arról, hogy valaki nem gyógyult meg, hanem azért van, hogy felhívjam a figyelmet, hogy a germán gyógytudományban a legerősebb pont is a beteg, meg egyben a leggyengébb pont is a beteg. Ugyanis ha a beteg elkövet mindent azért, hogy érzelmileg lezárjon egy programot, és nem zárja le ezeket a, tehát nem indít el újabb elakasztó programokat a gyógyulási folyamata kapcsán, mert ismeri, tudja, hogy azok a tünetek gyógyulási tünetek, akkor meg is gyógyul, vagyis ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a Miért akad el a gyógyulásom című összefoglalót, és akkor megérti, hogy ennek a mondatnak nagyon, de nagyon nagy jelentősége van. A második természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy minden ilyen értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasz. Természetesen, hogy a programot maga a DHS, a Dirkheimer szindróma indítja el, vagyis váratlanul, meglepetésszerűen történt velem valami, amiben benne ragadtam, és amiből nem tudtam kimászni. És ameddig benne ülök ebben a programban, addig lesz a konfliktus aktív szakasz. És tessenek most nagyon figyelni. Minden konfliktus aktív szakaszban emelkedik a vérnyomás és a pulzus, mert ugye a mai nap ez a fő téma. Vagyis minél több megoldatlan konfliktusom van, annál nagyobb lesz a vérnyomás emelkedése. Mert ugye nem csak egy programot indítunk el, nem csak egyetlen félelmünk van ott mélyen legbelül, hanem rengeteg. És ez lesz az, ami fenntartja valakinek a vérnyomását, és csodálkozik, hogy a legnagyobb nyugalomban van, és 180/100 a vérnyomása. Miért? Mert sínre került. Valamit látott biztos a tévéből, ami eszébe jutott egy lezáratlan programot. A program lezárása, a konfliktus megoldása, az tehát akkor tökéletes, ha érzelmileg zárjuk le, és ezt csak akkor tudjuk megoldani, ha a napjainkat is mindig érzelmileg lezárjuk békével, megbocsátással, empátiával, megértéssel, elengedéssel. Mikor, mire van szükség? Ez egy nagyon lényeges dolog, mert a gyógyításhoz, azaz a gyógyuláshoz az első feltétel, hogy légy őszinte önmagadhoz. Ismerjük be, hogy ez van. A biológiám unalmában nem betegíti meg magát. 2. Bocsássunk meg önmagunknak mindenért, ami történt. 3. Bocsássunk meg a többieknek is. Na ezután kezdhetünk el arról beszélni, hogy mi is volt a te alapvető problémád. A megbocsátás legfőképpen arról szól, hogy engedjem el azokat a sérelmeket, alakuljanak át bennem azok a sérelmek, amelyeket a konfliktus miatt éltem meg, magyarán? Magyarán erről lenne szó, mert valójában nem is a konfliktus a lényeg. Van egy élethelyzet, mindig van egy helyzet, de nem a helyzet jelenti a konfliktusnak az okát valójában, hanem az, ahogyan ezt a helyzetet én megélem, mert ugye az én megélésem az egyetlen valóság. És a
Konfliktus aktív szakaszban nem csak a vérnyomás és a pulzus emelkedik, hanem hideg lesz a kezünk, a lábunk, feszültek, idegesek leszünk, ezért van kék színnel jelölve a hideg kéz és láb miatt. A szimpatikotónia az, ami ugye jelen van, a szimpatikus idegrendszer túlsúlya, és természetesen nem tudunk elaludni, vagy elalszunk, felébredünk, zaklatott az álmunk, és ezeket a tüneteket mindenki jól ismeri, aki, hogy mondjam, napokig, hetekig, vagy hónapokig egy bizonyos történetből nem tudott kilépni. De ne feledjük el, hogy már a konfliktus aktív szakaszban kapok egy biológiai segítséget, választ arra, amit én érzelmileg a DHS pillanatában nem tudtam megoldani. És ezt az egész biológiai választ, ezt addig kapom, amíg el nem jutok a megoldáshoz. Amikor eljutottam a megoldáshoz, akkor a biológiánk rendbeszedi önmagát, csak hogy ezt a gyógyulási szakaszt fogjuk betegségnek nevezni a rendelőben. Az exudatív fázis, ami a piros mezőbe be van írva, csak annyit jelent, hogy folyadék gyülemlik be szöveti szinten azokhoz a sejtekhez, ahol éppen az átalakulás folyik. Harmadik természettörvénybe térek erre ki részletesen. A gyulladásnak a tüneteit mindenki ismeri. Ugye tudjuk, hogy ami gyullad, az piros, az duzzad, az fáj, az meleg, és nem akar jól működni. Ugyanakkor fejfájásunk is lesz, mert ez a vízgyülem, ez az ödéma nem csak szervi szinten, hanem az agyi szinten is megjelenik, ne felejtsük, minden lélek, agy, szerv szinten zajlik, a megoldás is így zajlik. Na most ez lesz az, ami viszont fejfájást fog okozni a megoldás első fázisában. Nem ülünk a végtelenségig ebben a szakaszban, mert az epileptoid krízis lényege, hogy az agyi relé, a központ rendbe jön, kipréselődik belőle a víz, kipréselődik a víz szervi szinten, és több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk. Ugyanakkor látjuk, hogy megint kék színben vagyunk, vagyis felerősödnek a tüneteink, és bizony ebben a szakaszban életveszélyes történetek is kialakulnak. Vajon kitől függ ez? Megint csak tőlem kérdés, mennyit ültem bent a konfliktus aktív szakaszban. Nos, amikor az epileptoid krízis is lezajlik, akkor következik a hegesedési fázis, vagyis megerősödnek azok a szövetek, amelyeknek a rendbetétele elkezdődött az exudatív fázisba. Ahhoz, hogy ezt a biológiánk be tudja fejezni, ezért lesz extrém fáradtság mindenkinek a tapasztalata. Van étvágya, tud aludni, a hangulata is jó, de rettenetesen fáradt. És megint csak meleg kezel, meleg a lába. Innentől kezdve csak néhány nap, vagy nem tudom, lehet, hogy egy-két hét az, ameddig a teljes gyógyulásig eljut, mert ne feledjük, hogy minél tovább ültünk a konfliktus aktív szakaszban, annál ugyanolyan hosszú lesz a megoldási szakasz. Persze vannak esetek, amikor kivétel van ez alól, illetve ha megtanuljuk a biológiákat úgymond kívülről irányítani, akkor egy 15 éves konfliktus aktív fázis 15 hónap alatt is rendbe tudunk szedni. A második törvény tehát rámutat arra, hogy mi történik az értelmes biológiai különprogram két fázisa alatt, tehát ha valakinek megfelelő, magára ismert, hogy éppen most nekem ezek vagy azok a tüneteim, akkor már is beazonosíthatja, hogy hol tart. Az epileptoid krízisről még annyit szeretnék mondani, hogy itt zajlik le az epilepsziás görcsroham is, és ez abban az esetben fordul elő, természetes, ha a DHS pillanatában egy nagyon súlyos mozgáshoz kötött, életveszélyes állapotot éltem meg. Akkor lesz itt eszméletvesztés és a padlón az izmok, végtagok rángatózása. Az epileptoid krízisben fogjuk megtapasztalni az pulzusvérnyomásnak akár a kiugrását, akár ennek a padlóra esését, vagyis a teljes szívmegállást, ha pulzusról és vérnyomásról beszélünk. Ugye ez attól függ, hogy éppen milyen programról van szó.
Ha nem oldjuk fel a konfliktust, akkor ez egy életveszélyes állapot akkor, ha sejtekről beszélünk, mert vagy sejteknek a túlszaporodása, vagy sejteknek a túlzott sorvadása fog beindulni, és ennek bizony következményei lesznek. Ha működésváltozásról beszélek, akkor kérem szépen egy tartós működésváltozást fogunk megélni, mondjuk 20 évig cukorbeteg leszek. A policiklikus lefolyás arról szól, hogy a program mindig kifut a végéig, de mivel nincsen érzelmileg feloldva, ezért természetesen, ha sínre kerül az ügy, akkor újra elindul. Ez lehet hetente elinduló program, lehet havonta, de lehet, hogy csak tavasszal és ősszel fog fájni a gyomrom, mert a tavasz és ősz volt az, amikor én egy nagyon súlyos bosszúságot éltem meg, és hát a körülmények emlékeztetnek erre, és újra indul a programom. A függőgyógyulás pedig azt jelenti, hogy ismét csak az a gond, hogy nincs érzelmileg lezárva a program, és a sínek túl gyakran jönnek, ezért mondjam azt, hogy naponta, két naponta jönnek a sínek, és ezért a gyógyulási folyamat nem tud befejeződni, vagyis folyamatosan elakad gyógyulási folyamatban vagyok, vagyis állandó fájdalmat fogok megtapasztalni. A harmadik természettörvény tehát rámutat arra, hogy mi történik valójában a két szakaszban. Ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. És ezért vagy sejteket építek a konfliktus aktív szakaszba, de azokat lebontom a megoldási szakaszban, vagy sejteket sorvasztok a konfliktus aktív szakaszban, és azokat visszaépítem a megoldási szakaszban, vagy működést fékezek, gátolok a konfliktus aktív szakaszban, és a megoldásban ezt a működést vissza fogom állítani. Ugye Hammer doktor ezt 1987-ben közli a harmadik természettörvényt, az embriológia és a magatartás kutatás alapján sikerült megtalálnom a harmadik és negyedik biológiai természettörvényt, írja Hammer doktor. Nagyon egyszerűen ez úgy érthető, és úgy jegyezhető meg, hogy ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Tehát a túlélés érdekében vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést módosítok a konfliktus aktív szakaszban, és ezt természetesen helyreállítom a megoldás során. De nem véletlenszerű, hogy melyik sejtünk hogyan fog működni egy életen át, mert az embriológia, vagyis a fejlődéstörténet kutatásával, ugye Hammer doktor eljutott oda, hogy amit mi is tanultunk, minden orvostudományi egyetemen, sőt állatorvosi egyetemen is tanítják, hogy a megtermékenyített petesejt ugye elkezd osztódni, és 8-10 nap múlva érkezik be a petevezeték külső harmadából, hova? A méh üregébe. És mielőtt felveszi a kapcsolatot az anyai méh nyálkahártyával, kialakul a három csira lemez, amit itt látunk keresztmetszeti képen, Hammer doktor ábrájával, sárga, narancs és piros színnel ábrázolva, és látjuk, hogy a megfelelő színű nyilakból hát bizonyos szervek vagy szervrendszerek alakulnak ki, és azoknak megvan az agyi központjuk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a sárga színnel jelzett belső csiralemez vagy endoderma szöveteit az agytörzs irányítja, és mindig a falat konfliktusokra fognak ezek reagálni. Vagyis az agytörzs biztosítja számunkra a túléléshez szükséges életfeltételeket, hogy legyen elegendő levegő, víz, táplálék, fény és hang. Itt a tápcsatornát látjuk ábrázolva, mert ugye Hammer doktor ezeket a életben maradás feltételeit biztosító feladatokat falat konfliktusoknak nevezte, tehát nem csak táplálék falat, hanem fényfalat, hangfalat, levegőfalat is van. A falat konfliktusokban egy külön webkonferencián mindezt összefoglaltam. A narancssárgával jelzett középső csíralemezből, mezodermából származnak azok a sejtjeink, amelyek mindent létrehoznak,
ami az előbb említett szervek, szövetek és a kültakaró között vannak. Tehát minden, ami középen van, az a középső csirralemezből származik. Két idegi központot is találunk itt irányító központként. A régi mezodermális sejteket a kisagy, az új mezodermális sejteket a fehérállomány ideg központjai vezérlik. A kisagy azokat a félelmeinket fogja megoldani biológiai szinten, ami a vélt vagy valós támadásról, illetve a túlzásba vitt aggódással kapcsolatosak, ezeket nevezzük gondozási konfliktusoknak. Erről is van külön webkonferenciaanyag. A nagy agy fehér állománya pedig az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusokat fogja számunkra megoldani. Azok a szövetek lesznek érintve, amelyek a mozgáshoz kötöttek, ezért látjuk itt a csontvázat, mert ugye a mozdulathoz kell a csont, az ízület és inak, az izmokat ellátó erek, osztó, gyűjtő nyirokerek, valamint kötőszövet és zsírszövet. Ez az ötfajta szövet tartozik tehát a fehérállomány irányítása alatt, és mivel az önleértékelés önpusztítást jelent, ezért mindig konfliktus aktív szakaszban itt bontani fogunk, utána építeni, lásd önleértékelésről szóló összefoglaló előadást. A piros színnel jelzett külső csiralemez vagy ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja. Ez a piros baba az elválasztási konfliktusokra utal, és mindig, amikor nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjenek, vagy átöleljenek, az mindig a bőr legkülső rétegét, vagyis a felhámot fogja érinteni, elválasztási konfliktusokról is külön webkonferencia. Az agykéreg ugyanakkor a birtok konfliktusokat is irányítja, erről is külön webkonferenciát nézhetünk meg, valamint a szemből és hátból jövő támadások, tehát ha valamitől félek, ami a jövőből majd beérkezik, annak az agyi központja, becsapódási helye a homloklebenybe lesz, ha valamitől félek, ami a múltban megtörtént, és még mindig félelemmel tölt el, akkor az a nyakszirti lebenyt, tehát a látó központot fogja érinteni. Ide tartozik ugyanakkor az akaratlagos mozgás irányítása, és az összes érzékszervünk információi szintén az agykéregben válnak érzetté. Egy nagyon lényeges kérdés az, és ebből a rajzból számomra ez is egy nagyon komoly üzenet, hogy nincsenek, nem létezhetnek metasztázisok, vagyis áttétek. Még egyszer mondom, az adott csiralemezből kifejlődött sejtnek megvan az agyi központja. Egy életen keresztül azt a munkát fogja elvégezni. Annak az elképzelése, hogy egy endodermális sejt, mondjuk egy prostata sejt, gondoljon egy nagyot és merészet, elbúcsúzik a főnökétől, bejelentkezik itt a fehér állományba, és azt mondja, hogy én innentől csontsejt akarok lenni, mégpedig az ötödik lumbális csigolyába, hát szóval ehhez nagyobb fantázia kell, és nagyobb hit kell, mint az öt természet törvénynek a megértéséhez. A negyedik természet törvényben Hamer doktor leírja, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, azok nem csak, hogy a mi barátaink, hanem a csiralemezhez kötötten fejtik ki a tevékenységüket. Egy nagyon lényeges, erre megint csak ő mutatott rá, mert már Louis Pasteur idejében Antoine Béchamp is szólt, hogy nem biztos az, hogy úgy van, kedves Louis Pasteur, ahogy te állítod, mert nem a baktérium okozza a betegséget, hanem a környezet. Hát igen, Pasteur a halálos ágyán ezt beismerte, hogy így van, csak ezt elfelejtették megtanítani nekünk. A lényeg az, hogy a bennünk élő gombák és gombabaktériumok, TBC baktériumok segítenek lebontani a felesleges sejteket a falatkonfliktusok és a vélt vagy valós támadások kapcsán. A baktériumok segítenek az önleértékelésben, lesorvasztott sejtek visszaépítésében, a vírusok pedig a birtok és elválasztási konfliktusok során lebontott sejtek visszaépítésében segítik a szervezetünket. Ezek mind bennünk élnek, szépen csendben, mint békeidőben a katonák a kaszárnyákban. De amikor elindítjuk a programot, akkor beindul a számuk
vérnyomásnak a fokozása, azért, hogy mikor megoldásra kerül valami, akkor megfelelő számban álljanak készen a megoldásra. Teljesen természetes, hogy minél hosszabb ideig leszünk egy konfliktus aktív szakaszban, annál nagyobb számú segítőink lesznek, de nem ők okozzák a betegséget, ők csak abban segítenek, hogy lebontsák a felesleges szöveteket. Például a Helicobacter pylori-nak nevezett baktérium, amit ugye a gyomor sav ellenére ki lehet mutatni a gyomorban, az pont abban segítene, hogy a rágódás következtében felszaporodott gyomornyálkahártyát lebontsuk. Erre hősiesen háromféle antibiotikummal kiírtjuk őket. A vírusokra gondolva, egy olyan történetet mindenki tud, hogy van a humán papilloma vírus, a HPV vírus, ami ellen oltást is csinálnak már. Kérem, a humán papilloma vírusnak az a feladata, hogy segítsen visszaépíteni a mély nyak nyálkahártyáját, ha megoldottuk a féltékenységet. Én azt gondolom, hogy féltékenység ellen még senki nem fog oltást kitalálni. De ha nincsenek ott ezek a segítők, akkor hogy fog visszaépülni a mély nyak nyálkahártyája? Én tudom, hogy aki először van egy ilyen webkonferencián, fogja a fejét, hogy hogy lehet ennyi őrültséget elmondani, csak kérem szépen, ezek mind bizonyított dolgok. És megint visszautalnék Hammer doktor üzenetére, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Tessenek végighallgatni az egészet, és a kérdésekre adott válaszokból ki fog derülni, hogy tényleg így működünk. Az ötödik természet törvény a megértés törvénye, hiszen megérthetjük, hogy minden úgynevezett betegség az a túlélésünk és a faj fenntartása véget zajlik bennünk. Nem ellenünk, hanem mindig értünk történik, csak a sok okoskodással, a hibás gondolkodással, a megoldási fázisban alkalmazott tudománytalan megoldásokkal, hogy finoman fogalmazzak, pont hogy leállítjuk a betegnek a gyógyulását. Épp az lenne a lényeg, hogy a gyógyulási szakaszban megtámogassuk a betegnek a gyógyulását olyan eszközökkel, amelyek ebben őt segítik. Tehát nem egy rengeteg hibával működő szervezet a mi szervezetünk, hanem egy nagyon logikusan felépített szerkezet, amiben hierarchia és rend van. Ezt bontjuk mi fel azzal, hogy nem vagyunk hajlandók megoldani a konfliktusainkat, és ez az, ami teljesen, de teljesen tönkreteszi a működést. Vagyis a legfontosabb dolog az, hogy folyamatosan szem előtt tartsuk azt, hogy a biológiánk minden pillanatban értünk dolgozik, és nem ellenünk. Így van. Nos, ha a pulzus és vérnyomás fogalmát megbeszéljük, ugye azért jó tisztázni, hogy mit jelentenek ezek a dolgok. A szívünk az ciklikusan húzódik össze, és ennek az a nagyszerűsége, hogy többet pihen, mint dolgozik, ezt tanfolyamon mindig ki szoktam fejteni. Ezért bír egy életen át dolgozni. Az összehúzódás során a kilökött vérmennyiség az osztóerekben egy tapintható lüktetést fog létrehozni. És ez a pulzus az, ami tapintható az osztóerekben, hogyha ezt az osztóeret hozzányomjuk valamilyen csonthoz. Nagyon lényeges annak megértése, hogy hogy jön létre a pulzus. Tehát egy meglévő vérmennyiséghez egy újabb adag vért lökünk, az aortának a kezdeti szakasza ebbnél fogva kitágul, és ez a hullám, ez a tágulási hullám fut végig az egész érrendszeren, és segít egyben természetesen a belökött vérmennyiségnek a továbbjuttatásához, de ez lesz az, ami tapintható lesz, mint pulzus. Amikor az újabb véradag hozzáadódik a már meglévőhöz, nyilvánvaló,
hogy megemelkedik az érrendszerben, az artériás, az osztóeres rendszerben a vérnyomás. Ez lesz az vérnyomásnak a szisztolés értéke. A következő adag vér bejutásáig pedig ez nyilván folyamatosan csökkenni fog, mert az érrendszer összehúzódásával a vér az préselődik ki a kapillárisok, hajszálerek felé, és amikor az újabb véradag bejut a szervezetbe, vagyis az érrendszerbe, akkor eljut a vérnyomás egy bizonyos értékig, amit diasztolés nyomásnak vagy értéknek fogunk nevezni. Nagyon lényeges dolog, hogy hiába pulzálva, adagolva jut be a vér a szívből az érrendszerbe, az áramlás mégis folyamatos, pontosan azért, mert az érrendszer rugalmas. Ezt nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni, bizonyítani, ha egy üveghengerbe vizet teszünk, és az alul kivezető cső az egy gumidarab, ami Y-ba elágazik, és az egyiknek a folytatásába gumicsövet teszünk, a másiknak a folytatásába pedig egy merevfalú csövet teszünk, és a kifolyó folyadékot a henger tövénél ütögetéssel szaggatottá tesszük az áramlást, azt fogjuk látni, hogy a merevfalú csőben pulzálva fog érkezni a folyadék, a gumi, a rugalmas falú csőben pedig folyamatos lesz a folyadék áramlása. Most a vérnyomás mérésnek most már nagyon sok formája van, ugye amit még évtizedekkel ezelőtt alkalmaztunk és tanultunk az egyetemen, az a Riva-Rocsi féle vérnyomás mérés, ami azt jelenti, hogy a könyökhajlatba betesszük a fonendoszkópot, és itt hallgatjuk a szívhangokat. Igen, mert a folyadék vezeti a hangot, és amikor elszorítjuk az érrendszert, akkor megszűnik mindenféle hang, amikor eresztjük le a nyomást a vérnyomás mérő manzsettájában, akkor megjelenik a hang, amikor ez a nyomás, az pontosan annyi, amennyit már a manzsetta átenged. Tehát ez a mérési elve. Aztán van oszcillometriás alapon működő vérnyomásmérés is. Az a lényege ennek a történetnek, hogy ott egy képlet alapján történik meg a vérnyomásnak a kiszámítása, ugye gép fogja ezt kiszámítani, és nagyon különböző értékeket fogunk kapni, főleg, hogyha csukló vérnyomás mérőt fogunk használni. Én azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy megbízható vérnyomás mérőt vegyen, és ne egyetlen mérés legyen az, ami alapján ő otthon a vérnyomását ellenőrzi. Vannak a pulzus és vérnyomás mérésnek szabályai, amit illik betartani. A pulzus soha nem egyetlen ujjal mérjük, mindig egy percen át történik a mérés, ezt ne feledjük el. És ez alatt, az egy perc alatt nyilván megfigyelhetjük a pulzusnak a szabályosságát, megfigyelhetjük, hogy mennyire feszes, telt az a pulzus, stb. A vérnyomás mérésnél nagyon fontos a megfelelő manzsettának az alkalmazása, hogy ez a könyökhajlat felett legyen 2-3 centivel, és nem berohanás után rögtön vérnyomást mérünk, hanem 5 perc pihenés után illik a vérnyomásmérőt föltenni és megnézni. Vannak emberek, akiket a maga vérnyomásmérés folyamata izgalmi állapotba hoz, és ezért a rendelőben mindig magas a vérnyomásuk, otthon pedig normális. Én nekem is volt ilyen betegem, ezt ugye fehérköpeny hipertóniának nevezik, és én mindig azt a vérnyomást fogadtam el, amit a beteg otthon, nyugodt körülmények között magának mért. Még 24 órás vérnyomásmérő monitort is használtam a vérnyomás beállításához, és akkor nagyon-nagyon sok érdekes adat derült ki, ami nem csak egy mérés és írom a receptet, hanem egy 24 órás átlagból és egyéb
értékekből teljesen másképpen lehet a vérnyomásra gondolni, és annak a beállítását elindítani. A normális érték, amit elfogad a mai medicina, a 120/80-as higanymilliméter, ami már 130/140/85-90 között van, azt már emelkedett vérnyomásnak hívják, és a kóros értékek 140 fölött kezdődnek. Most, amikor még én tanultam az egyetemen, akkor a normál érték változott a kornak megfelelően. Egy ilyen idős úriembernek, akit itt láttunk, nem volt célunk a 120/80-as vérnyomást beállítani, mert ha leütöttük ennyire a vérnyomását, akkor az ilyen idős ember igencsak erősen szédült. Vagyis figyelembe kell venni még mindig a kort, hogy hány éves valaki, és főleg azt, hogy hogyan érzi jól magát. A 160 feletti vérnyomást azért illik csökkenteni természetesen, és erre a csökkentésre addig van szükség, ameddig nem tisztázzuk, hogy mi is az, ami fenntartja a vérnyomást, és meg nem oldjuk. Mert nem igaz az, hogy egy életen át gyógyszert kell szedni. Amikor megteremtettem a belső nyugalmamat, és lezártam a múltamat békével, akkor megszűntek a sinek, és nem lesz napi renden sem az, hogy emeljem a vérnyomásomat. Újszülötteknél a pulzus 130-150 percenként, és ez már 21 éves kor felett 60-80 per minutumra fog csökkenni. Gyerekorvosok teljesen tisztában vannak azzal, hogy a pulzus szám az életkornak megfelelően hogyan csökken, és mi a normális szint. A pulzus szám csökken nyugalmi állapotban mindenkinél, amikor végre megnyugodott, de tartós fizikai terhelés után, hogyha lenyugszom, akkor még jobban csökkenni fog a pulzus. Természetes relaxáció alatt is csökken a pulzus, de a tartós és nagyfokú fájdalom is csökkenti a pulzusnak a számát. A kihűlésre is csökkenni fog a pulzus, vagyis lassul a szív működése, az agynyomás fokozódás is ide vezet, és vannak gyógyszerek, amelyek direkt csökkentik a szívnek a munkáját, vagyis a pulzus számot, ezek a beta blokkolók, a digitális is csökkenti, viszont növeli a szívizom összehúzódások erejét. A mérgekről ugye nem kell beszélnem, és olyan betegségek, amelyek az ingerkeltő és ingervezető rendszerre hatnak, így is itt ugye a szívizomzatot ért elsődleges programokról van szó, ezeket is részletezni fogom, tehát ezek a betegségek, állapotok szintén a pulzus csökkenéshez vezetnek. Emelkedik a pulzus szám, nyilvánvaló ezeknek a fordítottja alkalmával, tehát fokozott fizikai aktivitása mindenkinek emelkedni fog a vérnyomása, természet, vagyis a pulzus száma, nyilván a vérnyomása is. Ha vérzés lép fel, ugye, akkor is emelkedik a pulzus szám, meg szorongás, izgalom, heveny fájdalomra és szívelégtelenségben. Amikor anémia lép fel, vagyis vérszegénység, akkor vagy pulmonális, tehát tüdőgyógyászati okok állnak fent, nem megfelelő az oxigén ellátás a szervezetben, akkor pontosan az oxigén helyreállítás, vagyis biztosítás véget a fokozott pulzussal, a fokozott szívműködéssel, vagyis a sebesség fokozásával, az áramlás sebesség fokozásával próbálja a szervezet a megfelelő oxigén ellátást biztosítani minden sejtünk számára. A pulzus ugye lehet szabályos, vagy lehet aritmiás, ritmusos, vagy aritmiás. Az aritmiában van egy fiziológiás, élettani aritmia, ez a légzési aritmia változik belégzéskor és kilégzéskor a pulzusnak a ritmusa, de van abszolút aritmia, amikor már ugye az ingerkeltő és ingervezető rendszernek a hibájáról, betegségéről beszélünk.
Normálisan a pulzust, ha tapintjuk, akkor feszes, vagyis teltet, teltséget érzünk, de lehet nagyon könnyen elnyomható, vagy lehet nagyon kemény tapintatú is, mondjuk súlyos érelmeszesedés esetén. Ezen a képen láthatjuk azokat a dolgokat, amelyek hát lényegesek a pulzus és vérnyomás ismerete szempontjából. Itt látjuk a jobb szív felett, ez pedig a bal szívfél. Ugye, mert ez a szív most velünk szemben mutatkozik meg. A pulzus az tehát a szív izom összehúzódásokból, a kamrai összehúzódásokból adódik. És ezt az összehúzódást a billentyűknek a játéka követi, és ez hallható, itt van a lup-dup, lup-dup, vagyis a szívhangok kapcsán hallható ez, de ez pulzus hullámban egyetlen löketet jelent a két szívhang hallgatása egyetlen tapintható pulzust hoz létre. Ilyenkor az artériás rendszerbe, vagyis ide a fő ütőérbe, az aortába nyomul be a vér innen a bal kamrából. Innen a vér ide ér, jut be, és a tüdőből érkezik az oxigéndús vér a bal szívfélbe. A jobb szívfélbe a széndioksziddal telített vér érkezik a pitvarba, innen a kamrába, és a kamrából pedig, amint látjuk ezt, illetve a másik tüdő artériát, ezen a két eren keresztül fog a tüdőbe nyomulni a széndioksziddal telt vér, ami ottan ugye oxigénnel dúsul, és érkezik vissza a megfelelő oldalra, a bal oldalra. A következőképpen látjuk a szívnek az ingerkeltő és ingervezető rendszerét. Itt látjuk a szinusz csomót, tehát a jobb pitvarnak ebben a pontjában van, mondjam úgy, az az ingergenerátor, ami elindítja azt az elektromos hullámot, ami a szívizomzat összehúzódását okozza. Mint látjuk, először a két pitvar fog összehúzódni, majd ez a depolarizációs hullám átvezetődik a nodális szöveten keresztül a kamrák izomzatára, és innen már saját vezető rendszeren keresztül megy végig az idegi ingerület, az elektromos impulzus, és húzza össze egyszerre a két kamrát. A nyugalmi helyzetben van tehát a szívnek egy saját pulzusa, de erre a saját működése, pulzusra a külső tényezők fognak hatni, és nagyon fontos tudni azt, hogy melyek ezek a tényezők, amelyek befolyásolják a szívnek a működését, vagyis a frekvenciáját, és ezzel együtt a vérnyomást is. Amint említettem a bevezetőben, minden konfliktus aktív szakaszban emelkedik a pulzus és a vérnyomás. És ezt hívjuk eszenciális hipertóniának. Ez az eszenciális hipertónia egy nagyon gyakori, úgymond betegség, azért hívják eszenciálisnak, mert nem tudjuk, hogy mi az oka, de van rá egy nagyon sokféle hát gyógyszer, amivel erre hatni lehet. De ha megértjük, hogy a konfliktus, a fel nem oldott félelmeink, konfliktusaink, stresszeink azok, amelyek ezt az egész állapotot létrehozzák, akkor el kellene kezdeni azon gondolkodni és azt megoldani, hogy ez az egész tőlünk függ, mi indítottuk el, és mi fogjuk tudni leállítani. Az az ember, akinek megvan a belső békéje és nyugalma, annak nem lesz magas a vérnyomása.
Amikor túl sokáig áll fenn ez a stresszes állapot, akkor nyilván a stresszhormonokat is fogjuk aktiválni, a megélésünkhöz igazodva, nem másképpen. És így lesz az, hogy vagy a pajzsmirigy hormon szint emelkedést fogjuk elindítani, vagy éppenséggel a kortizont, ami ugye a mellékvesek kéreg hormonja, vagy az elviselhetetlen stressz alkalmával az adrenalin és noradrenalin lesz az, ami a hormonszint emelkedést fogja okozni, de természetesen ehhez mind-mind vérnyomás emelkedés is fog társulni. Az én megélésem az egyetlen valóság, ugye ezt már a második, illetve a harmadik fólián is követhettük, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Na most ez az én megélésem lesz az, ami befolyásolja azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák a vérnyomást. Mert ugye a vérnyomás függ attól, hogy a szívnek mekkora a munkája és ereje, a vérnyomás függ attól, hogy mennyire rugalmasak az erek, és mennyire épek ezek az erek, ugye ezt az érelmeszesedés befolyásolja, hogy milyen a perifériás szöveti ellenállás, vagyis ahová ki kell a vért préselni a szívnek, és természetesen az is egy lényeges dolog, hogy milyen a keringő vérnek a viszkozitása, minősége. Ezek mind befolyásolják a pillanatnyi pulzust és a vérnyomást. A következőkben nézzük meg ezeket a dolgokat, hogy mi az, ami a szív munkájára és erejére hat. Tehát ott tartunk, hogy a szív munkájára, erejére ugye ható megélések mik lesznek. Tehát a szív erejét természetesen a szívizomzat ereje fogja befolyásolni, és ezt az önleértékeléssel, a megfelelési kényszerrel tudjuk tönkretenni. A szívnek a vérellátását a birtokkonfliktusok fogják befolyásolni, mert tudjuk, ugye, hogy a birtokkonfliktusok azok a szívkoszorú ér artériákra és szívkoszorú ér vénákra fognak hatni. Ez a két konfliktus az, ami a szívet gyakorlatilag megbetegíti. A fel nem oldott birtokkonfliktusok, birtokvesztés konfliktusok, hogy egész pontosan fogalmazzunk, birtokvesztés konfliktusok, és a fel nem oldott túlhajszoltsági konfliktusok, amelyek ide tartoznak a szívizom programhoz. Az önleértékelés, tehát a szívizomzatát, a billentyűket, az ingervezetést teszi tönkre. Vagyis ha tönkre tesszük a szívizomzatot, akkor a benne futó, itt is ábrázolt idegi vezetékek is érintettek lesznek, és ezek ingervezetési és ingerképzési zavarokat okoznak. Ugyanakkor, ha a szívizomzat megvastagodik, akkor természetesen a billentyűk szűkebbek lesznek, ugye, és hogyha a szívizomzat kitágul, akkor természetesen a billentyűk se fognak tökéletesen zárni. Ez mind külön történet, amiről beszéltem a szívről szóló webkonferencia anyagban. A birtokvesztés a szívkoszorú erekre hat, és az agyirelék irányítják. Melyek is voltak ezek az agyirelék? És mi lesz a következmény? Itt látjuk azokat az agyireléket, amelyek a szívkoszorú erekre hatnak. A birtokvesztés konfliktus a jobboldali férfias birtokzónában, a szívkoszorúér artériáknak a nyálkahártyáját bontja. Megoldásban visszaépítjük. Konfliktus aktív szakaszban az angina pectorisnak jelzett korkép jelentkezik, tehát fájdalommal jár a konfliktus aktív szakasz, nagyon jellemző, hirtelen jelentkező, rövid ideig tartó, állandó
erősségű fájdalomról beszélünk, amelynek ugyanúgy hirtelen lesz vége. Szívkoszorúér, artéria, nyálkahártyája érintett. Visszaépítéskor mi történik? Visszaépítéskor a szívizom, artéria, nyálkahártyáját megerősítjük, és ezt fogják szívkoszorúér elmeszesedésnek nevezni. Az ellenkező oldalon, a nőies birtokzónákban a szívkoszorúér vénák lesznek érintve, szintén a birtokvesztés, illetve szexuális konfliktusok. Szexuális konfliktusok a mély száj nyálkahártyáján mutatkoznak meg, mint szervi elváltozás, de érintik a szívkoszorú ér vénás rendszerének nyálkahártyáját is. Ami lényeges kérdés, azt a szívről szóló webkonferencia anyagban megtaláljuk, és ott látjuk ezt az összefoglaló táblázatot is, amit most egy kicsit részleteznék. Amint mondtam, két konfliktus az, ami a szív működésére hat. A túlhajszoltság és a birtokvesztés, illetve szexuális konfliktus. A túlhajszoltság alatt mind a akár jobboldali, akár baloldali szívizomzat érintett, mindig emelkedik a pulzus. Viszont a vérnyomás a jobboldali szívizomzatnál emelkedett, a baloldalinál a vérnyomás csökkent lesz konfliktus aktív szakaszban. A megoldásban a szívelégtelenség tüneteit fogjuk tapasztalni, vagyis nyugalomban is fullad a beteg, és nagyon gyengének érzi magát, három lépcsőn nem tud felmenni, anélkül, hogy ne fulladna. Az epileptoid krízisben emelkedik a pulzus és vérnyomás a jobboldali szívizomzatot érintve, és szívizom görcs és lép fel szívizom elhalással, ennek az EKG-n meg lesznek a megfelelő tünetei. A baloldali szívizomzat érintettsége esetén is magas lesz a pulzus, viszont alacsony a vérnyomás, és keringési sok lép fel, vagyis egy vérnyomás, keringés összeomlás, tetsz halott állapot, és szívizom görcs, a szintén szívizom elhalással, megfelelő EKG tünetekkel. Ebben az esetben a újraélesztő elektromos segítség nyújt segítséget, és a szívműködés újraindítható, nem indítható újra, hogyha viszont koszorúér artéria program, vagyis birtokvesztés történt. A birtokvesztés vagy szexuális konfliktus kapcsán, ugye angina pectoris, az, ami megjelenik mindkét szívfél érintettsége esetén, és ez már fel kéne hívja a figyelmet arra, hogy gyorsan le kéne állítani a konfliktust, nem újjék el nap a te haragoddal. A megoldási szakasz első része, az teljesen tünetmentes lesz, viszont az epileptoid krízisben egy még hatalmasabb angina jelentkezik, mint ami volt itt a konfliktus aktív szakaszban. Fellép az abszansz, vagyis az eszméletvesztés, emlékezetkiesés. A koszorúér artériák érintettség esetén zuhan a pulzus, zuhan a vérnyomás, és hirtelen szívhalál lép fel, leáll a szív gyakorlatilag. A koszorúér vénák érintettsége esetén a hatalmas anginát és abszanszt a légszomj követi tüdőembóliával és perifériás ereg szűkülésével. Mindez a szívről szóló webkonferencia anyagban részletezve van, itt főképpen a pulzus és vérnyomás változására tértem ki és hívtam fel a figyelmet. Na most a keringő vér mennyisége és viszkozitása is egy meghatározó tényező, és itt viszont az önleértékelés lesz az, ami befolyásolja ezeket a tényezőket. Tudjuk jól a csontokról szóló webkonferenciából, hogy a legsúlyosabb önleértékelés a csontokra hat,
Viszont a csontok azok, ahol a vérképzés zajlik, tehát ez a vérképzésre is ki fog hatni. Mert a csontok bontásával fellép az anémia, és a többi vörösvértes szám, a többi alakos elemnek is a csökkenése, a vörösvértes szám csökkenés mellett. A megoldásban viszont először a fehérvérsejtek, majd a vörösvérsejtek fognak visszaalakulni. Ilyenkor még a vörösvértes szám nem elég, nem lesz pótolva, tehát a pulzus emelkedett marad. A hegesedési fázisban rendeződik a pulzus. Nos, a diagnózis sok az a félelem, ami viszont mindenre hat, és ne feledjük el, hogy itt hatalmas felelőssége van annak az orvosnak, aki egy diagnózist közöl egy másik pácienssel, egy beteggel. Az önleértékelés önpusztítást jelent, ezt ne felejtsük el. A konfliktusnak az ereje meg fogja határozni, hogy adott helyen mit bontunk le, mert a konfliktusnak a témája meghatározza, hogy mit bontok, a konfliktus ereje pedig meghatározza azt, hogy adott helyen milyen szöveteket bontunk le. Az új mezodermális sejtjeinket ugye a fehérállomány reléi irányítják, és annak függvényében, hogy mit élek meg önleértékelésként, meghatározza, hogy a testemnek melyik részét bontom, és magának az önleértékelésnek a súlyossága, meghatározza, hogy csontot, ízületet, izmoteret vagy kötőszövetet fogok lebontani. És itt jön be az ereknek a kérdése, mert ugye csontokról, ízületekről, izmokról hallottunk, de halljunk akkor egy kicsit az erekről. Nyilván, hogy az ereknek az érintettsége is annak függvényében lesz, hogy mi volt az önleértékelésnek a témája. Így bizony. Na most, hogyha elindítom az önleértékelést valamely szinten, és az erek szintjén, akkor a nyálkahártya vagy endotélium bontása, sorvadása fog beindulni a konfliktus aktív szakaszban. Ez nem jár fájdalommal. Nem úgy, mint a koszorúereknél. A koszorúereknél a fájdalom, ugye tudjuk, hogy a birtokvesztés konfliktus aktív szakaszában indul el. Viszont az ereknél a konfliktus aktív szakaszban nem történik semmilyen fájdalom. A megoldási szakaszban, a visszaépítés során az exudatív fázisban lép föl először ugye az úgynevezett instabil plak, majd az elmeszesedett vagy zsíros plak lép föl a megoldás második szakaszában, a hegesedési fázisban. Teljesen érthető lesz akkor ennek a kétfajta, az orvostudományban is leírt plaknak a megjelenésének az ideje és helye. Amikor az elmeszesedett, vagy zsíros plak is kialakul, akkor ugye már érelmeszesedésről beszélünk, és ne felejtjük, hogy a koleszterin lesz az a fantasztikus anyag, ami segít nekünk az érfalaknak a megerősítésében. Vagyis nem a koleszterint kell csökkenteni a szervezetünkben, úgynevezett statinokhoz tartozó gyógyszerekkel, hanem az önleértékelést kellene egyszer és mindenkorra leépítenünk ahhoz, hogy leálljon az érelmeszesedés. Mert policiklikus lefolyással egyre szűkebb
és rugalmatlanabb lesz az érfal. Itt látjuk a policiklikus lefolyásnak a képletét, és itt látjuk, hogy minél többször futtatjuk le ezt a programot, annál inkább fog beszűkülni az érfal. És természetesen, ha rugalmatlan és elmeszesedett lesz az érfal, akkor a diasztolés nyomás is emelkedni fog. Nos, az érelmeszesedésnek tehát ez lenne a kialakulásának az általános képlete, hogy így mondjam, önleértékelésről, mégpedig nem súlyos önleértékelésről van szó. De ez befolyásolja az érelmeszesedés, a perifériás ellenállást, ahova ugye a szívnek be kell préselnie a vért. A legfontosabb ellenállást képező tényező az pont az ereknek a szűkülése, vagyis az érelmeszesedés, vagy megtörténik az erek szűkülése biológiai programként is, konfliktusaktív szakaszban természetesen. Ebből is következik, hogy egyetlen érnek a szűkülete nem fog magas vérnyomást okozni. Vajon mitől szűkül el valakinek csak az egyik oldali nyaki ere? Ugye, ha megéli az igazságtalanságot, nem túl súlyosan, nem annyira, hogy a csontját, a nyaki csigolyáját tegye tönkre, vagy a nyaki ízületét, hanem csupán az eret érinti, a nyaki osztóér falát bontja és visszaépíti, mert nem engedik meg, hogy igaza legyen. Neki igaza van, de a körülmények nem engedik meg, hogy neki igaza legyen, és ezért bontja az artériát. Most, ha általánosan írom le magamat, ugye, úgy cúzám, mert minden estől én nem érek semmit, akkor egy általános érelmeszesedés fog elindítani. De ha folyamatosan az a visszatérő önleértékelésem, hogy milyen hülye vagyok, akkor természetes, hogy az agyi ereknek lesz az érelmeszesedése erre a szervi válasz. És nem a tepertő okozza az agyi érelmeszesedést. A perifériás szöveti ellenállást azt a jelentős elhízás is fokozza, és ez emelni fogja a diasztolés értéket, és ne feledjük azt se, hogy jelentős víz visszatartása is fokozza a perifériás ellenállást. Lásd az ödémákról szóló webkonferencia anyagot. Külön szóltunk ugye a bélfodor vagy mezentérium programjáról, erről volt egy külön webkonferencia anyag. A bélfodor természetesen, ha bélről beszélünk, akkor mindig a falat konfliktusokkal áll kapcsolatban, és van ugye egy csomó meg nem emésztett ügyünk, feladatunk, falatunk idézőjelben, falat, ami a biológiám számára falat, mert úgy értelmezem, hogy ez kell a túléléshez. A konfliktus kerülő emberek azok, akik szeretnék valahogy megoldani ezt a dolgot, de nem tehetik, és vajon miért nem tehetik, mert önsorsrontó gondolatai vannak. Most, ha az érprogramokat nézzük meg ebből a mezentériumból, mert ugye az erről szóló webkonferencia sokkal több mindenről szólt, ez is elérhető a weblapról, de ha csak az erekre vonatkozó programot nézzük meg, akkor az a megélés, hogy meg tudnám oldani ezt az áldatlan állapotot, de nem tehetem, ez természetesen az érnek, az ütőérnek a fekélyesedését fogja okozni, és ez folyamatosan hosszú ideig tartom fent, akkor beindul a vérzés. Képtelen vagyok megoldani konfliktus aktív fázisban, ez is oda vezet az érfalnak az elmeszesedése, egészen az elzáródásig is fokozódhat, ez az oda-vissza játékkal, policiklikus lefolyásban, ez pedig mezentériális infarktushoz fog vezetni.
Tehát még mindig a konfliktust kellene, kérem szépen, megoldani ahhoz, hogy ez a program ne legyen számunkra feladat. Van egy nagyon lényeges kérdés, ugye az alsó végtag érszükülete, amit egyértelműen a dohányzásra fog a mai medicina. Kérem szépen, itt az érszükület még mindig arról szól, hogy békjó konfliktus megélése policiklikusan, ami annyit jelent, hogy tovább szeretnék én lépni ebből a békjóból, de nem tehetem meg. És ez az artériákat fogja érinteni, és minél többször futtatom le ezt a programot, annál jobban elszűkülnek a lábszáraknak az artériái, aminek a következtében nyilván ez már következmény, biológiai következmény, ha nincs megfelelő vérellátás az alsó végtagban, akkor elkezdenek a lábujjak, nekrotizálni, vagyis elhalnak, elfeketedik, és aztán kezdődik a szalámi műtét, mindig egy-egy részt levágnak az embernek a lábából. Ez természetesen egy teljesen logikus dolog, mert az elhalt szövetek, ha bejutnak a keringésbe, az végzetes, tehát az, ami elhalt, azt le kell vágni. Csak éppenséggel nem kellene egy konfliktust évtizedeken át fenntartani. Az önleértékelési konfliktus miatt alakul ki tehát a végtagok artériáinak a szükülete. De van a kirakat betegség, amiről az alsó végtagot érintő összes program összefoglalásában külön szóltam, illetve Hammer doktornak az esettörténetét is bemutatjuk ebben a helyben. Ez arról szól, hogy a kétirányú békjó konfliktus az, ami elindítja az érfalban levő izmoknak a görcsét, vagyis ez nem érszükület, ez az érfal izomzatának a görcse, mert ugye az érfal is kötőszöveti és sima izom elemekből épül fel, ez a vastag középső része, magát a csövet a nyálkahártya béleli, és kívülről van egy kötőszövetes tok. Na most a sima izomelemeknek az összehúzódása ér görcsöt fog létrehozni, és ez gyógyszeresen oldható is, tehát ez nem olyan érszükület, amit az önleértékelési konfliktus hoz létre. Ajánlom figyelmébe mindenkinek, az alsó végtag biológiai programjait összefoglaló előadást. A vese eredetű vérnyomásról is szólnom kell, mert ez egy speciális vérnyomás, ami Hammer doktornak a könyvében és a tudományos táblázatában szerepel. Itt a konfliktus aktív szakasz az, ahol kompenzatórikus vérnyomás emelkedés lép föl. Vagyis mivel a konfliktus aktív szakaszban bontani fogjuk a vese érgomolyagjait, itt látjuk külön ezt a kicsi piros pöttyöt, ugye? Ez az érgomolyag, ahol behatol, ahol bejut a vér a vesébe. A folyadék konfliktus alatt ezt lebontjuk, emeljük a vérnyomást, hogy a maradék megmaradt érgomolyagokon, glomeruloson keresztül a megfelelő vérmennyiség mégiscsak meg legyen szűrve. Nem az összeset fogjuk lebontani természetesen, hanem mondjuk azt, hogy megtizedeljük ezeket a szűrő egységeket, mert a félelmünk az, hogy túl sok a folyadék. Hát ha valaki már majdnem belefúlt egy medencébe, folyóba, tengerbe vagy akárhova, akkor tudja nagyon jól, hogy mekkora félelem az a nagy mennyiségű víz. És bármi, amit így élünk meg, és folyadékkonfliktusnak fordítja le a szervezetünk, az elindítja a vesének ezeket az egységeinek a lebontását, és emelkedik a vérnyomás. Ez a vese eredetű hipertónia. Nos, a megoldási szakaszban ezek visszaépülnek, de már nem oda fognak berakódni, ahonnan kilettek bontva, hanem a kéreg alá
fog beépülni, és mivel megváltozik a vesének az alakja, nem olyan szép ez a baloldali vese, mint ami itt van, ezt már Wilms tumornak fogják nevezni. Nyilvánvaló, ha ez a folyamat oda-vissza játszik, függő gyógyulásban történik, tehát nem tud a konfliktus soha befejeződni, nem tud a program sose kifutni, akkor fog kialakulni a policisztás vese, és ez a vesének a teljes anatómiai átváltozását jelenti, ez is magas vérnyomást okoz, viszont még a szervezetben a vese ellátja az ő feladatát. Nagyon lényeges ennek is a megértése, hogy itt is folyadék konfliktust kell keresni a megoldásban. Nos, kérem szépen, a vérnyomás emelkedésének az okait, ha összefoglalom, akkor a legfontosabb oka a stresszes az életem megélése. Minél több feloldatlan konfliktusom van, annál nagyobb lesz a vérnyomásom. És ha elmegyek szabadságra is, és valami sínre kerül, akár egy dalt hallgatok meg, ami valamikor nekem ugye stresszt okozott, csupán ennek a dalnak a hallgatására is kiugrik a vérnyomásom, pedig teljes nyugalomban ülök a teraszon, és szürcsölöm a limonádét. A fel nem oldott folyadék konfliktus, amint az előbb elmondtam, a víziszony miatt újra és újra elindítja a szűrőknek, a glomerulusoknak a sorvadását, és egyre inkább emeli a vérnyomásunkat. Úgyhogy jól lenne tisztázzuk őszintének lenni magunkhoz, hogy mennyire félünk mi attól a víztől. Illetve volt már egy olyan élményünk, ami folyadék konfliktust jelentett. Akár az, hogy beázott a mennyezet, akár az, hogy túl sok a víz a pincében. A veséről szóló webkonferencia anyagban ezeket mind részletezem. Tehát amikor ilyen történeteink vannak, ezeket tényleg le kéne zárni megnyugvással, békével, és akkor leállna ez a program is. A túlhajszoltság egy nagyon gyakori történet, megfelelési kényszer, amikor mondjam úgy, hogy lóg a belem, de még elmegyek segíteni a szomszédnak, mert mit fog mondani, ha nem segítek neki. Ez ugyanígy vonatkozik a nagyszülőkre, mikor teljesen ki vannak fáradva, de még mindig elmennek segíteni a gyereknek a takarításba, az unokára való ügyelés, vagy éppen elmegy érte az iskolába, vagy bármi. Ő nem engedheti meg magának, hogy pihenjen, mert neki dolga van. Na, ezek az érzések azok, amelyek tönkreteszik a szívet, és ha a jobb oldali szívfél érintett, ugye ez jobbkezesnél anyagyerek oldal, balkezesnél partner oldal, mert a szív átfordulás véget itt a jobb és bal oldal megfordul, az kérem magas vérnyomást fog okozni, tessék a szívről szóló webkonferencia anyagot is megnézni. A másik problémám az, ha mindenre, de mindenre birtokként tekintek, mert úgy érzem biztonságban az életemet, hogyha mindent birtokolok. És itt jön be az, hogy jobbkezes nő és balkezes férfi jó eséllyel fog tüdőembóliákat kialakítani, ezek mindig emelkedett vérnyomással és pulzussal fognak járni. Az önleértékelés az egy nagyon-nagyon nagy probléma. Az a problémám, hogy azonosulok a testemmel, azonosulok az adottságaimmal, a tehetségeimmel, stb. És ez fog oda vezetni, hogy soha nem vagyok önmagammal megelégedve. Ezek policiklikusan elvezetnek az elhízáshoz, az érelmeszesedéshez, és természetesen a diasztolés érték emelkedéséhez a vérnyomásban. Nézzük meg, hogy akkor összefoglalva, melyek az okai a pulzusszám emelkedésének, avagy csökkenésének. Ugye a stresszes az életem itt is jelen van természetesen, mert a stressz nem csak a vérnyomást, hanem a pulzust is fogja emelni, de minden hirtelen rám törő félelem, akár rémület félelem is, egy-egy pulzus kiugrást és vérnyomás kiugrást fog okozni.
A túlhajszoltság a konfliktus aktív szakaszban és az epileptoid krízisben mindig szapora szívműködést fog kiváltani, és itt is, ha mindenre birtokként tekintek, akkor ugye mondtam, hogy nem csak a vérnyomás, hanem a pulzus is nő, a jobbkezes nő és balkezes férfi esetén, viszont a fordított esetben a jobbkezes férfi és balkezes nő esetén a pulzus csökken, és a szív pedig megáll. A lényeges kérdés az, hogy mekkora a konfliktus tömeg, mert a teljes szívmegállás akkor fog fellépni, ha 9 hónap vagy annál nagyobb a konfliktus tömeg. Ha ennél kevesebb, akkor csak bradikardia és alacsony vérnyomás fog fellépni az epileptoid krízisben. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, a felismeréshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Arról van szó, hogy nem azok a tényezők váltják ki a betegségeinket, amelyeket mindenféle orvosi szakkönyvek leírnak, hanem a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások fogják meghatározni azt, hogy milyen programok indulnak el, mennyire lesz magas a vérnyomásom, milyen hosszú volt ez a konfliktus aktív szakasz, és hány ilyen történetet indítok el, mert több programnak az elindítása már viselkedés változáshoz is fog vezetni. Viszont ha felismerjük ezeket a programokat, felismerjük a kiváltó okokat a tünetek alapján, akkor valós megoldást fogunk kezdeményezni a gyógyulásunk érdekében, természetesen csak akkor, ha ehhez a betegnek érdeke fűződik. Az érzelmileg megrázó konfliktusokat, ha feltárjuk és megoldjuk, akkor tehát az okokkal fogunk foglalkozni, és nem a következményeket fogjuk egy életen át kezelni. A germán gyógytudomány azért tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható és előre jelezhető. Ez egy nagyon lényeges kérdés. A reprodukálhatóság az, ami a tudományosságnak a meghatározó ismérve. A mai medicinára ez nem mondható el. A germán gyógytudomány az 5 természettörvényre és az embriológiára épül, ebben nincsenek véletlenek, és épp ezért nincs szükség se statisztikára, se állatkísérletre, ezek feleslegesek. Ha érzelmileg oldjuk föl minden nap az aznap megélt váratlan érzelmi megrázkódtatásokat, DHS-t, akkor nem fogunk megbetegedni, és nem fogunk szenvedni egy életen át. Én ennyit szerettem volna mindenkinek elmondani. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és igyekszünk a fórumban a feltett kérdésekre válaszolni.